Szép jó napot kívánok mindenkinek, hálásan köszönöm, hogy itt lehetek. Tehát Nótár Ilona vagyok, és abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nem szociológusként vagy szakpolitikusként kell erre a kérdésre választ adnom, hanem egy interkulturális, illetve kulturális antropológiai attitűdből próbálok a kérdésre választ adni. Tehát minek köszönhető, hogy a roma családok több gyereket vállalnak, és kapcsolódik ehhez a férfi-női szerepekhez. Nem tudom, mit gondoltok ti, mit gondolnak maguk, akik itt vannak. Nekem van egy prekoncepcióm, hogy egy csomó ember képzeletében megjelenik most egy rakás gyerek, cigány apával és anyával. Például egy ilyen kép. Nem tudom, kinek a képzeletében jelentek meg hasonlók. A következő kérdésem az lett volna, hogy ezt ki meri felvállalni. Köszönöm szépen. Hát nézzünk egy picit arrébb 30 évvel utána is, ugyan ez a kép tárul elénk, csak egy picit modernebb változatban. Mi az a közös, amit látunk ebbe, ezekben a képekben? Én szívesen beszélek róla, mert büszke vagyok rá. Az, hogy a szülők körbefogják a gyerekeket, az, hogy a gyerekek vannak a középpontban, azt, hogy megbecsülik a gyerekeiket, azt, hogy nem érezni a gyerekeken azt a szorongó félelmet, és nem érezni a gyerekeken a szegénység szagát sem. Pedig mind a két család szegény. Bizonyám, akkor miért vállalnak több gyereket? Mondhatják Totti, mondhatjátok önök, hiszen, hogyha szegények, akkor miért vállalnak több gyereket? És több gyereket vállalnak? Tudjuk ezt? Jó, oké, elárulom, igen, a statisztikák is mutatják, igen, több gyereket vállalnak. Sőt, nem is kevéssel. És az első gyermekvállalás időpontja is sokkal korábbra tehető. Ugye 17-19 éves korban megszületnek az első cigány gyermekek, mire a 27 évesen a többségi társadalomban megszületnek az elsők, a cigány családoknál megszületnek a harmadikak. Mert ugye 3 és 5 gyermek között vállalnak ők, míg a többségi társadalom 1, 2, néha 2,5. Szóval több gyermek születik. Mi lehet ennek az oka? Szeretnék idézni Csoli bácsitól és Bari Károlytól is. Elég merész az idézet, úgyhogy azért merem csak mondani, mert ők merték mondani, és oly nagyon tisztelem őket. Az egyik idézet az, hogy míg mi rólatok mindent, ti rólunk semmit nem tudtok. A másik idézet pedig az, kettős aranybánt van a homlokomon, az egyik a magyarságom, a másik pedig a cigányságom. Ha megnézzük ezt a képet, akkor láthatjuk azt, hogy miről beszélek. Hogy a gyermek a család közepén van, egyébként ez egy Balogh Gusztáv tudós doktornak a gyűjtése, néprajzkutató volt, ahol ott az anya, meg az anyós, akiről beszéltünk, meg ott a férj, meg ott a kiterjedt család, és együtt örülnek, és látjátok a sörös üveget a kezekben? Ezt ne hagyjuk figyelmen kívül, kérem szépen, mert azok ott vannak. És nem azért, hogy jól berúgjanak, hanem azért, hogy az áldott gyermek számára egész életen áttartó áldást mondjanak, és mondjanak, és mondjanak, és mondjanak. Csak erről elfelejtünk beszélni, a rítusokról, a szertartásokról és a hagyományokról, amely a cigány családok mindennapjai gyönyörűen körbefonja, mint egy ezerszínű koszorú. Az egynél, hogyha már téziseket kell mondani, az első tézisem az, hogy a cigány család akkor születik meg, amikor megszületik a gyermek. Addig párok, addig együtt élnek, addig házasok, addig, hogy is mondják ezt, összejöttek. De amikor megszületik a gyermek, akkor családdá válnak, és minél több gyermek születik, annál nagyobb az áldás. Istennek az áldása. Mert hogy ők többnyire vallásosak. És az egy embernek az érdekénél mindig fontosabb a közösség érdeke. Kérlek, ezt ne felejtsétek el, ne felejtsük el. Mert ha egynek fáj, akkor mindenkinek fáj. És ha egynek öröme van, akkor
akkor mindenkinek öröme van. Egyszer végeztem egy kutatást daganatos betegekkel, csak roma daganatos betegekkel. Arról beszéltek, hogyan élik meg a daganatos betegségüket. Egyedül kellett volna beszélnem csak a daganatos betegséget átélt személlyel. És tudjátok, hány emberrel tudtam egyedül beszélni? Nullával. Azt jelenti, hogy a kutatásban résztvevő személyek mindegyike mellett volt valaki, vagy valakik. És így mondták. Önnek vannak fájdalmai? Jaj, ne is mondja, nagyon fáj a gyomrunk. Mert ha fáj valakinek a gyomra, akit szeretünk, akkor mindenki gyomra fáj. És ha tatárszárnyőrdőn megölnek két embert a származása miatt, az az egész közösségnek fáj. De miért? Hát azért, mert egy közösségnek, akinek nincsen országa, nincsen hazája, és nincsenek határai, az emberek összekapcsolódásából alkot egy erős országot. És az ország annál erősebb lesz, minél több taggal erősítik azt meg. Ennek a képnek az a címe, hogy anya, amint látjátok, az anyát mindenki körbeveszi, az anyát mindenki szereti, a férfiak távolabb, a nők pedig közelebb állnak. És ez annyira erős az anya mítosza a cigány családokban, hogy a hitéleten is átível, így például a Szűz Máriát is a roma családoknál fennebb tartják, mint magát a Krisztust, csupán azért, mert ő volt az, aki a megváltót a világra hozta. Mivel rövid az időnk, semmiképpen nem fejezem be a mondat nélkül, hogy megerősítsen bennetek azt, hogy nem tudok olyan állításokat hozni, amely az egész roma társadalomra igaz, és egyöntető lenne, hiszen Magyarországon is élnek beások, olá és muzsikus cigányok, akik hisznek vagy nem hisznek abban, amit mondtam, élik vagy nem élik, amit mondtam, mert mindenki egyedi individuum, és minden család egyedül hoz döntést, azonban az biztos, hogy a születés, a halál és a keresztelő mind a három közösség számára fontos és jelen van. Itt az én örökségem, mert ugyanitt tudósként, interkulturális kommunikációs előadóként vagyok jelen, de nekem is van 6 testvérem, és én is 16 éves korom óta arra várjunk, hogy anya legyek. És hát, ahogy szoktam volt mondani, rólam annyit kell tudni, hogy én anyám lánya vagyok, tehát cigány, és 2 lány anyja, tehát anya. Ez az én örökségem. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Kicsit gondban vagyok. Mindez, amit mondtál ugyanis, amellett, hogy borzasztó fontos, fénigazság. Egy olyan fele az igazságnak, amit jó látni. És van olyan fele az igazságnak, amiben kevésbé jó. Azt kérdezem tőle, hogy ha elfogadjuk, hogy mindez hitkérdés, vagy tradicionális kérdés, hogy sok gyerek születik, és 17 éves kortól születnek a gyerekek, akkor vajon ebbe a koordináta rendszerbe belefér-e, és egyre inkább belefér-e az a gondolkodás, hogy el is kell tartani a gyerekeket, tehát válik-e függővé a közösségeken belül a gyerekvállalás, vagy a gyerekek száma a keresettől és az eltarthatóságtól? Az az aspektus, amit én megvilágítottam, az a szempont, amelyről a többségi társadalom nem tud, nem, jogos, nem akar tudomást venni, vagy nem hozzák felszínre, pedig ezzel az ismerettel lehet megsegíteni a romákat. Ha végre meglátja a többségi társadalom, hogy a romák közösségének az alapja a család, és a családokat kéne megsegíteni, akkor ők sokkal inkább előrébb jutnának, hogy el tudják tartani a családjaikat. Kezd számítani? Változik ez a mentalitás? Hogy abszolút változik. A számokat is? Természetesen a rendszerváltás óta mind a három közösségben csökkent a születési kedv. Természetesen még mindig magasabb, mint a többségi társadalomé, de nagy számban, főleg a muzsikus családoknál csökkent a születési kedv. Nekem 6 testvérem van. És 2 lányod. És 2 lányom, és a testvéreimnek sincs olyan, akinek 2-nél több gyereke lenne. Aha, tehát ez már azért egy olyan generáció a tiétek, amelyik már azért nagyon odafigyel arra, hogy aztán el is tartsa ezeket a gyerekeket.
Eddig is odafigyeltek, hogy eltartsák a gyerekeiket, nagyon szeretnék a romák, hogy jól legyenek a gyerekeik tartva. Az, hogy a társadalom nem vesz tudomást arról, hogy a szükségeik nagyobbak legyenek, vagy hogy az oktatásban, a lakhatásban és a szegregátumokban segítségre lenne szükségük, ez nem a romák hibája. Te egyértelműen a többségi társadalmat hibáztatod? Nem, egyértelműen ez egy közös kooperatív munkára kellene legyen, ezért hoztam létre a Tudatos Életre Nevelés programot, de most nem e tárgyban hívtatok meg, így tehát hála az égnek, most e tekintetben nem kell választatom nektek. Köszönjük szépen az előadásodat!